Valószínű, hogy ti, mint szülők, belátjátok hamar azt, hogy a gyereknek egy rendszerességre van szüksége, hogy ezt így vele együttműködve tudjátok kialakítani. A többiek a családi rendszerben kevéssé hajlamosak ezt megtenni. Azt mondják, hogy hát maradjatok még egy fél órát, vagy hát ők maguk maradnak még egy fél órát, mint az iszap a tenger mélyén. Szóval, hogy ez bizony egy eléggé rázós terület, és most már jól tudjátok, hogy ugye azon vagyunk, hogy a családi erőforrások egyesítése, jó felhasználása érdekében oldjuk meg ezeket a helyzeteket, amik tényleg nagyon nehezek, mert hiszen ilyenkor aztán kialakul egy ilyen bondineres kommunikációs helyzet, amikor ugye a mama azt mondja, hogy ugye az én kicsi bogaram még nem álmos, ugye még egy kicsit itt maradhat a mama, ami persze azt jelenti, hogy jaj, most nehogy már elkezdjetek engem kizsuppolni, hát még nem látszik ezen a gyereken semmi. És oda vezet, hogy a gyerek igen, egy kis hullámvölgy után mozgósítja a tartalék energiáit, és megint fölpörög, hogy milyen aranyos, és milyen, mennyire jó neki, és ezután, a fölpörgés után, hát bizony megint kell egy jó másfél óra, amíg lecsitul, tehát ez a babának a ritmusa, ilyen. Szóval, hogy sok idő kell, most nem merek időt mondani, mert akkor azt mondod, hogy a babának másfél, nem, majd szóval, majd látni fogod, de sok idő kell, amíg a tartalék energiákat mozgósítva túl jut a ritmus törésem, és akkor ugye nehezen rázódik vissza, és akkor bizony, akkor az mindenkinek nehéz, a babának is, nektek is, meg főleg a mamának, mert elkezdi aratni a számon kérő, meg a szemrehányó pillantásokat. Ezért ezeket nagyon jó dolog teljesen világosan megbeszélni. Oké, gyertek 3-4-re, mert 3-7-kor elkezdünk fürdetni, és akkor nálunk az a szokás, hogy... És akkor nyugodtan lehet mondani el ilyen fél hétkor, hogy jaj, annyira jól elbeszélgettünk, és hogy milyen kár, hogy nálunk ilyenkor köp a maci, de puf, most ez van. Tehát itt ami a fontos, mint a legtöbb kommunikációban, vagy a legtöbb asszertív probléma megoldásban, hogyha előre jelzed, hogyha világosan előre tisztázod a kereteket, akkor azokat szívesebben tartják. Hogyha a kereteket szemrehányással, vagy hogy hát igazán tudhatnád ilyesmivel hozod a másik tudtára, akkor a másik jogosan bántódik meg, és jogosan érzi úgy, hogy őt ebben lekezelik, vagy nem becsülik eléggé.